Akit ma egy kávéra hívtam, néhány hete mutatta meg egy provanci ihletésű festményét. Tudom, hogy egy mesekönyvet illusztrál, de azt is tudom, hogy nem olyan régen éppen premierje volt egy színházban a Hippolyta lakájjal. Ki ő, színésznő, etán festő, vagy Oszter Alexandra? Tényleg van valami ilyen definíciód magadra? Bár nem szeretem, hogyha skatujába zárunk valakit, de mégis ugye oly sokféle dolgot soroltam rögtön az elején rólad. Mi vagy? Alexandra. Mi a tartalma ennek? Hú. Hát ez ugye mind én vagyok, tehát engem nem lehet csak egy ilyen titulussal ellátni, mert hogy tényleg mindegyik én vagyok. Sőt, még régen zongoráztam is, tehát még az is hozzátartozott, meg hát az éneklés sem áll tőlem távol. Én minden művészeti ágban, ha így lehet mondani, képviseltettem magam, sőt, gyerekkoromban még balettra is jártam. Na de tudod, vannak a szerencsések, akik 4 éves korukban tudják, hogy autóversenyzők lesznek, vagy színésznők. És néha irigylem őket, mert sokkal könnyebb egy ilyen nagyon határozott úton menni, mint amikor kiderül mondjuk egy kislányról, hogy mozgásában is ügyes, a rajzban is ügyes, éneklésben is ügyes, és akkor úristen, merre is kéne mennie? Neked volt ilyen? Volt. Ugyanis azt biztosan tudtam, hogy színpadot nem fogom kihagyni. Tehát ez egy alapvonal volt. Hogy miért? Hát ennek több oka is van. Az első az, hogy ugye, hogy sokat voltam színházban gyerekkoromban, meg próbák alatt, meg... Hát meg, ott nőttél fel szerintem az igen. öltözőkben, meg a színészbüfékben. Így van. És akkor azt mindig tudtam, hogy valahol ott szeretnék maradni ennek az atmoszférának a közelében. De a rajz az nagyon fontos volt már ugyanebben ebben a korban, tehát 3-4 éves koromtól tudom, hogy rendszeresen, alig vártam, hogy hadd rajzolhassak. Tehát ez a kettő. Nagyon sokat voltam egyedül, mert a szüleim sokat utaztak, játszottak, stb. És akkor azzal szórakoztattam magam, hogy szituációs játékokat játszottam, ez volt az egyik, a másik pedig a rajz. Tehát ez teljesen világos volt, egészen a 3 éves vagy 4 éves koromtól, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így maradt. De egyrészt az mázli az embernek, vagy irigylésre méltó akkor, hogyha mondjuk a szülei művészek és híres művészek. De a másik oldala ennek, hogy nagyon nehéz lehet, hogyha az embernek a szülei művészek, sőt híres és elismert művészek, mert valami olyan fajta maximalizmust vár el a világ, hozzáteszem, talán meg állandóan meg is kérdőjelez, hogy persze, mert az Oszter Sándor lánya. Tehát, hogy ez a kettősséget, ezt te is élted? Érdekes, mert ugye a kommunikáció ez egy olyan dolog, hogy hiába beszélünk ugye szavakkal, mindenki más gondol, ugye más gondolat van mögötte. Nekem ugye ezt a kérdést sokszor föltették, hogy van-e ilyen kisebbségérzésem, vagy volt ilyen megfelelés kényszerem? Nem volt. Nem ez volt a baj. Sose jutott eszembe például az, hogy összehasonlítsanak, vagy... Mert hogy én úgy gondoltam, hogy én magam vagyok, én azt csinálom, amit szeretek, úgy csinálom. Ha jó vagyok benne, akkor úgyis előre megyek, ha nem, akkor meg úgy sem. Tehát, hogy ennek nincs értelme, soha nem foglalkoztam vele, még csak nem is érdekel. Hogy te nem foglalkozol vele, én azt értem, ja, meg szerintem mások. Az ember próbálja is ezt távolítani, igen. De a világ meg közben valószínű tolja. De én, engem ez soha nem zavart, bizony Isten, hanem én mai napig imádok tanulni, tehát amikor bekerültem mondjuk, hát ideje korán kerültem be színházban, mert azok az emberek, akik édesapámmal együtt dolgoztak, például előbb láttak, mit tudom én, valahol verset mondani, mert édesapám elhívta őket, hogy gyertek, nézzük meg. De nem azért, hogy engem előre toljon, mert kimondottan viszolygott a gondolattól, hogy én színész leszek. Igen. Tehát még meg is mondta, hogy na hát azt nem. Tehát, hogy annak se, nincs értelme, meg egyáltalán felvázolta. Pedig ő még volna, hogy értelme van, hát ő neki még volt értelme. Hát igen, de akkor már elkezdődött az az új vonal, ami őt már úgy elbizonytalanította, hogy ennek lesz-e valami értelmes jövője. És akkor ő már nagyon azon a platformon volt, hogy ezt ne. Hogy megóvjon? Igen. Ráadásul te voltál az egyetlen szemefénye papának, mamának? Tehát az, mert... Igen, de hát mondjuk a szerencsém is, hogy nagyon öntörvényű voltam mindig. Valószínűleg ezért nem merült fel ez a problémakör, hála Istennek,
hogy én mondjuk nem merek színpadra állni, mert jaj, mit fognak szólni. Sőt, én nagyon boldog voltam, és az idősebb kollégáknak mindig mondtam, hogy mondják, hogy mit csináljak. Mai napig mondom, hogyha látnak valamit, az más kérdés, ha valaki direkt rosszat mond, mert ilyen is előfordul. De hogyha segítő szándéka, én boldog vagyok, hogyha fejlődhetek, tehát ez a mai napig így van, hát hiszen nyilván aki tapasztaltabb, az többet tud ugyanarról a dologról. Ezzel nem is volt gond. A probléma ott volt, hogy ahol neki például olyan kapcsolatai voltak, amik nem voltak sikeresek, vagy nem szerették egymást, gondolok itt rendezőkre, vagy színészekre, na azok automatikusan elutasítottak, és elutasítanak most is. Tehát hogy rád tud vetülni olyan árnyék, amihez nincs semmi közöm, pontosan. És ezzel mit kezdesz? Egy ideig dühített, mert nem tudtam bekerülni abba a körbe, ahova szerettem volna. Mert ott pont azok voltak a pillér emberek, akik sajnos valamilyen módon összerúgták az édesapámmal a port. Egy ideig nagyon dühített, hogy de miért nem, hogy még meg se hallgatnak. És aztán arra jöttem rá, hogy lehet, hogy ennek így kell lennie. Szóval, hogy én nagyon fatalista is vagyok, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy más az utam. És akkor sokan megkérdőjelezik, hogy hát ugye miért utazom, miért vagyok szabadúszó, miért megyek sokat vidékre, hogy ez engem nem zavar, hogy kis színházakban, művelődési házakban lépek föl. Nem zavar, boldog vagyok tőle, imádom a közönséget, és nekem gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mondjuk javarészt a fővárosban okozok örömet az embereknek, vagy mondjuk Berettyóújfaluban. Mert teltházzal ott vannak ezek az emberek, akik nyitottak, élvezik az előadást, hát akkor már megérte. Igen, csak tudod, azért erre mindenki azt mondaná, hogy azért biztos jobb lenne mondjuk egy vezető budapesti művészszínház társulati tagjának lenni, és akkor esetleg azt mondom, hogy na, légy hogy őszinte, igen. Vajon... Az elején nagyon szerettem volna, és megpróbáltam mindent, de hát valahogy csak nem sikerült a dolog, mert elvittek mindig ezek az emberek, rendezők, hogy csináljuk ezt, csináljuk azt, és akkor azzal én ugye elvoltam, és akkor már nem is volt igényem. Na, és ott volt mellette, hogy festek. És ez annyira kényelmes volt, hogy én mind a kettőt paralel tudom csinálni, hogy rögtön felfogtam, hogy ha mondjuk társulati tag lennék, és mondjuk ott hát tényleg éjjel-nappal próba, este játék, hát erre bizony nem jutna idő. És ahogy mennek az évek, egyre inkább úgy gondolom, hogy majd ez lesz, amire hangsúlyt fektetek. Igen, mert én... Pedig az egy magányos alkotás. Tehát a másik, ami eszembe jut, hogy ebben is van egy ilyen kettőség, hogy ugye a színpadra kiállni, vagy akár egy buszon utazni a többiekkel, az egy ilyen zsezsgő közösségi életforma. Míg mondjuk egy, hát én imádom, Sümpeti illusztrációit csinálni, ami egyébként nekem olyan, mint hogy egy kicsit egy 100 évet visszamennék az időbe hangulatában ezek a rajzok olyanok, ez viszont egy magányos alkotási folyamat. Így van. Ezért tett engem ez nagyon boldoggá, hogy ezt a kettőt tudom csinálni együtt, mert kiegészített egymást. Hát igen. Ebben az alkotásban... Uh-huh. Önmagam, tehát teljes mértékben, hogy mondjam, pőrén önmagam vagyok. Tehát, hogy az egy olyan meditatív állapot, amikor tényleg senki nem formál, vagy jó, hát vannak olyan munkáim például, amikor ugye a megrendelő azt mondja, hogy én ilyet szeretnék, vagy ezt szeretném, stb. Az egy másik tészta. De mondjuk egy ennél a mesekönyvnél, ahol rám bíztak mindent, a stílusát, akkor ez tényleg én vagyok. És ahogy mondtad, hogy 100 évet, mintha visszamennél, mivel én egy klasszikus családban nőttem fel, komoly zenét hallgatunk, én mai napig ebben élek. Nekem, ahogy mennek előre az évek, nekem egyre inkább... hogy ez vagyok én, szóval, hogy... Értem én, és akkor megint mondok egy másik oldalt, hogy mondjuk pont a 10 évet visszaugrunk az időbe, és most ugye ilyenkor az ember utána néz, hogy kiről mi olvasható. Igen. Volt ez a fantasztikus fotósorozat rólad, ugye egy nagyon neves, híres férfi magazinban, leesett az állam, hogy atyagatya. Nagyon kedves vagy. Így utólag is. És a másik meg, hogy a bulvár rovat hírei, tehát ugye van a klasszikus... Krisztusom. Polgári igen. Háttér, ahol elképzelem, hogy Mozart szól, festmények. És abban hogy fér bele ez? És akkor van ez a, egyébként meg a modern világ összes hívása és pezsgése. Nagyon furcsa. Én nagyon sokáig
annak nyomása alatt éltem, hogy az édesapám, aki látta, hogy a világ változik, ő mondta, amikor már látta, hogy menthetetlen vagyok, és tehát, hogy a színház és a színművészet, meg önmaga mutogatása az fontos, ugye, hogy a deszkákon áll, hát most normális ember nem megy ki ugrálni, szóval. És akkor ő mondta, hogy nagyon fontos, hogy mindenhol szerepel, és mondta, hogy ha hívnak, menjél. És én nagyon rendesen szót is fogadtam, de aztán felmerült bennem az igény, hogy nekem ez az oldal, ez nem én vagyok. Tehát én nem én vagyok, akiről feltétlenül minden nap írni kéne mindenhol, hogy most dobozokon ülök, vagy rövid lett a hajam, vagy hosszú, vagy a szemöldökön megváltozott, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen dolgokról írni, hanem amikor rólam írnak, azt szeretem, hogyha azt írják, amit éppen csinálok. De ezért újra meg kellett harcolni, nem? Mert egy időben valahogy átcsúsztál arra a térfélre. Igen, és akkor döbbentem rá, hogy ez nem én vagyok. Hát most miért olvassanak rólam fölösleges cikkeket, hogy hülyeségeket, mert ugyanakkor meg a fele meg... Fele? A 80% még csak nem is volt igaz. De közben meg azért hát a fotók azok igazak, mármint hogy egy gyönyörű nőt láthatott az, aki abban... Na, ott például ezen sokat gondolkodtam, még ugye utólag is, és most már, hogy anya vagyok, újra értékeltem ezeket a dolgokat, hogy én úgy gondoltam, de hát persze a környezetem tudja, hogy az én észjárásom elég furcsa, vagy nem tudom, tehát hogy nem mindennapi, vagy nem tudom. Mert hogy én azt gondoltam, hogy nekem a külsőről, mint olyanról mindig az volt a véleményem, hogy azt Isten adta, erre sok energiát nem érdemes fordítani, mert hogy akkor az egész élet az emberek arra megy rá, hogy nem tudom, a körmét ápolja, meg az arcát, meg nem tudom, és akkor elmegy a nap. És akkor ugyan milyen maradandó dolgot csináltam, azon kívül, hogy beállítsam a hajszálaimat, hogy álljon, minek. Tehát, hogy ez engem idegesít. És akkor arra gondoltam, hogy ugye megkerestek, és arra gondoltam, hogy hát ha Isten adta, végülis megmutathatom, de csak úgy, ez volt a kikötésem, hogy ez egy művészi sorozat, mert én ugye ebben élek, és hogy azt hozzuk vissza, hogy ez az egész test, amiben van egy lélek, és amilyen vagyok én, ott legyenek a képeim, meg mondták, hogy na, az nem, mert hogy a művészet oda nem fér, meg nem. Na hát mondom, jó, akkor meg nem. Tehát, hogy akkor de végül is semmi... megszületett. De végül is megszületett, és akkor én úgy gondoltam, hogy ez a komplex egész, ez én vagyok maga. Hát ennyi, tehát hogy meg lehet nézni, ez én vagyok, többet úgyse lesz ilyen. De hát ugye arra, mivel hogy nekem nem ilyen az agyam, ezért nem is tudok a másik oldalról gondolkodni, mert ugye többen felvilágosítottak, hogy akkor én egy ilyen nyuszi vagyok, vagy... és akkor én ugye, hát... És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor most... bekategorizálják az embert, holott az én szándékom is érthető, meg a másik oldal is érthető. Tehát te nem szeretnél nyuszi fület. Nem, azt inkább csak igazán. Rajzolni a mesekönyvbe illusztrációnak. Tehát, hogy az nem én vagyok. Na, de a másik meg tudod, az idő múlására utaltál meg, hogy ma már anya vagy, de egyébként az, amikor mondjuk visszanézed azokat a fotókat, tehát azt a küzdelmet sem, arról is írtak, tudod, amikor az ember szül, akkor van rajta pár kiló felesleg, akkor utána, hogy lefogy, vagy nem. Na igen. Tehát ilyen de ez se érdekelt, mert ugye, hogyha az ember szül, akkor értelemszerűen, tehát általában ugye a nők 99,9%-a meghízik, mivel hogy táplál egy új életet. Aki nem hízik meg, az viszont az abnormális, tehát hogy nem tartom egészségesnek. Tehát te teljesen elfogadtad azt a testképet, ami neked hát a szülés ki? Után... Hát hogyha abba a gyerekbe anyag kell, hát hogy mondjam? Hát ugye egy másik szervezetet is föl kell, hogy építsek az idegrendszerét, a mindent. Hát ahhoz hát kell. Te vagy a táptalaj hát és az anyaföld. És utána még szoptatom is azt a gyereket. Hát ugyan már... miből? Két almából nem fogom megszoptatni, az biztos. Jó, most már mondjuk ez a gyerek, most már két és fél éves fiúcska. Igen. Most egyébként a bőrödben jól vagy? Jól. Én jól vagyok, és főleg amióta hála Istennek, köszönöm a jó Istennek, hogy egyre több festői és rajzos munkám van, nem most aztán pláne jól érzem magam. És magadon dolgozol? Lovagolsz? Még igen. Jársz edzeni, gyötröd magad? Most már megengedhetnéd magadnak kevesebbet. A rémes diétákat, vagy igen. A bármi? Tehát ilyen igen. Szempontból küzdesz magadért, vagy magaddal? Kicsikét, mert nem akarom, hogy... Tehát az időmet azt én nagyon, hogy mondjam, nem sajnálom, de óvom, hogy mondjuk az nem lehetséges, hogy mondjuk a rajzból elveszek azért, hogy most 3 kilóval legyek kevesebb. Tehát az képtelenség. Annyi van, hogy naponta mondjuk egy fél órát szánok arra, hogy akkor most futok, nem tudom, lovagolok, vagy
hát a lovaglás mondjuk az azért több, mert egy másfél óra, de ennyi. Tehát most nem az van, hogy mit tudom én, amikor még nem volt gyerekem, akkor simán elmentem edzeni, ott eltöltöttem órákat, beültem a szaunába, akkor még gyötörnek, nem tudom, masszíroznak, tehát na jó, de hát most már erre abszolút nincs idő. Hát nem, ehhez képest jöttél hozzám, előtte ugye el kellett intézni a gyereket, nyilván megvan a napnak a logisztikája, megvan a kis lista, hogy miket kell elintézni, közben adott esetben az illusztráció készítésre is időt kell szánni, tehát ennél bonyolultabb az élet, de hogyha már így az anyasággal foglalkozunk, ugye beszéltünk arról, hogy egy ilyen nagyon klasszikus családi háttered van, ami egy minta, egy nagyon erős minta, nem csak zenében, hanem abban is, ahogy férfinő él, vagy egymással együtt él. De közben te is megérkeztél abban a számomra sem kedves, de létező klubba, hogy egyedül hogy elváltam, igen. Na most én ezt jelen pillanatban, jelen periódusomban egyáltalán nem bánom, mert néha nehéz. Nagyon ritkán, hála jó Istennek, mert hogy most munkáim is vannak, meg ott van a kicsi gyerekem. Tehát, hogy most nem vagyok úgymond egyedül, de pár, aki átöl el esténként, valóban nincs. És ez azért egy nőnek néha hát nem annyira jó. Hát nem ez egészséges. Meg figyelj, mondjuk ott van, egy klasszapát találtál most mondjuk így, és ne értse senki félre, aki törődik is vele, mondjuk nem ebben az országban, ez nehezíti. Igen. És ugye nem tartott olyan hosszú ideig az a kapcsolat, előtte is olvashattak az emberek neveket, ilyen, olyan. Na, de nehéz lehet azért, ez se könnyű, hogy Magyarországon egy gyerekkel, Oszter Alexandraként, hol van az a váll? Hát most nincs váll. De szigorúbb vagy egyébként? Óvatosabb lettél? Vagy, mert azért egy gyerek mellé már másként enged be az hát ember. Inkább ilyen tigrisszerű. Tehát, hogy igen, hát ugye... Egyszer kiszámítottak nekem, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy összehozott a sors egy olyan, mert ugye nincsenek véletlenek, egy olyan hölgyel, aki egy olyan számítással dolgozik, hogy a te születési adataid alapján, de pontos születési adatok alapján kiszámol bizonyos dolgokat, energiákat, mire vagy sac per kb. Képes. Ez nem ilyen, ez még csak ezotéria sem, mert ezt egy Zsaskov nevű orvos dolgozta ki, anno Oroszországban, hogy a megfelelő katona sereget, egy olyan katonákat válasz, vagy olyan katonákat válasszanak, akik hosszú távon mindent kibírnak. Aha. És ezért ez az orvos az ő adataik alapján beköltözött a levéltárba, vagy nem tudom hova, ahol adatokat nézett folyamatosan, és rájött, hogy ugye ismétlődnek bizonyos dolgok. Na de mindegy, és rájöttek, pszichológus volt, mint ugye te is, és rájött, hogy hogyan lehet kiszűrni például a gyengébb elemeket. Na és abból lett egy nagyon bonyolult ilyen numerológiai számítás, és ez a nő ezzel foglalkozik, és kiszámította nekem, hogy hát nekem nagyon sok a férfi energiám. Tehát, hogy legalább annyi, mint a női, a normál energiaszint, vagy egy normál energiaszám mondjuk, ami már magas, az olyan 180 körül van egy emberben, ebből ideális esetben mondjuk 120 egy női, és a maradék férfi. Na nálam 400 valahány az összes, és ebből 200 valamennyi a férfi, amit azt mondta, hogy javarészt a férfiaknak nincs ennyi férfi energiájuk, és azt mondta, hogy azért találok, vagy azért fogok nehezebben találni párt, mert hogy kicsit én olyan vagyok, mint egy ilyen bomba, vagy nem tudom, tehát hogy tényleg sokat bírok, valószínűleg azért is oszt rám sokat az élet, és ellátom ugye a férfi feladatokat is. Na most ez ugye már ha már csak nem megyünk messze, de a vonzás hatalmának is megfelelően, hát ezt mindenki tudja, ez működik, akkor azt mondják, hogy ja, hát ennek nincs szüksége, mert hát ugye akkor ellátja azt is, pontosan. De azért van, csak mondjuk egy olyan férfi, aki nem, mondjuk nem rohangál, sajnos, így mindenféle. Aki numerológiailag bírná ezt a 200-as, igen, tehát, hogy legyen 200. Én tényleg 200. Olyan vagyok, hogy 600 dolgot képes vagyok egyszerre megoldani, és így tehát iszonyú energiákkal dolgozom. Na most egy átlagos energiájú, teljesen egészséges, normális férfi ettől szerintem na jó, már nem érti. Most az ember ezt tudja magáról, ez mondjuk foghatjuk fel önismeretként is. És ha van egy önismeretem, vagy tisztában vagyok egy áldással és egyben nehézséggel is, akkor ezt lehet kordában tartani, vagy lehet alkalmazkodni, próbálni, vagy lehet azt mondani, hogy ilyen vagyok, meglátjuk, megjön-e hozzá a pár. Benned mi a szándék? Én most pont erre vagyok. Igen? Igen, én erre tendálok, hogy ilyen vagyok, ismerem magam, most már azt gondolom, hogy
hát az ember egy élet is kevés, hogy megismerje magát, de azért közelebb vagyok az igazsághoz, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Hála Istennek, mert különben hát az szomorú. Igen, a fejlődés nélkül elég gáz lenne. Igen, és azt gondolom, hogy majd megjön az, akinek meg kell jönnie. Hát. De tulajdonképpen, hogy az elején elindultunk, hogy mennyi mindent csinálsz, ugye a sokféle csinálásban, ugye én szoktam ezzel a szójátékkal érni, hogy amikor az ember szabadon úszik, azért van olyan időszak, amikor ez a szabadúszás inkább szabadon vergődést jelent. Ó, igen, van, voltak olyanok mert is. Igen. Hisz, megszólal a telefon, vagy nem. Jön egy felkérés, vagy igen. Nem. Tetszik a rajzom, elfogadják, mm-hmm. Megy a nyomdába, vagy nem. Igen. Tehát ezt a egzisztenciális bizonytalanságot, néha kiszolgáltatottságot, ezt például, igen. Ugye egyedül, oké, jó a zsíros kenyér, igen. Vagy az anyuék hűtője, de gyerekkel, te például ezt hogy kezeled? Úgy, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy a biztonságra törekedjek, és bármire, tehát úgy érzem, hogy tényleg bármire képes vagyok azért, hogy ezt a gyereket és magamat úgy tartsam el, és azon a szinten, ahogy, tehát hogy mindig legyen mit enni, mindig ki tudjam fizetni, amit kell. Uh-huh. Ennyi. A kívánságom, és mondjuk egyszer el tudjunk menni nyaralni minden évben. Ez az alapkívánságom. És senkitől nem akarok függeni, tehát, és nem is áll szándékomban. Tehát, ezt megtanultam többször este, milyen hibába, hogy ugye függöttem a színháztól, ettől függtem, attól függtem, és akkor na most, hogy akkor aki mellettem van, az tudja ezt támogatni, nem tudja. Én gyűlölöm, amikor kiszolgáltatott érzésem van. Én nem szeretem. Tehát én azt szeretem, hogy nekem mindig legyen meg, független lehet, hogy mellém sodor az élet egy milliárdost, adja jó Isten, de ha nem adja, így is jó. Nekem egyébként kizárólag a nagy szerelmeim olyan szegények voltak, mint a templom egere. Tehát mondta a édesanyám is, hogy ezt nem érti, hogy hogy van ilyen tehetségem ahhoz, hogy hát művészek, vagy hát, ugye, hát nyilván, de hát egyik szerencsétlenebb volt, mint a másik, ilyen anyagi szempontból. Na de látod, mert tudod, szóval, a férfi energia egy olyat talált maga mellé, amelyik nem biztos, hogy olyan erős volt, mint valószínűleg azért, igen, hogy én azt egészítsem ki. Na de hát köszönöm szépen, hát ahol nekem kell, hogy mi, komolyan, de... De egyébként, hogyha visszamegyünk, hogy honnan jön ez, akkor te összeraktad már viccesen kicsit a fejben, hogy mi az, amit aputól kaptál, és mi az, ami anyutól jött? Személyiségedben? Most nem a vonásokat, mert szerintem mindenki... Nagyon bonyolult. Megpróbáltam összerakni, de ők magukban is elég bonyolult személyiségek, és ebből valami hihetetlen, elképesztő, kaotikus, pókhálószerű szövevény lettem én. Tehát, hogy kibogozni, hogy most... Hát bizonyos szálakat azért ez az érzékenység, az édesanyámnak az érzékenysége, édesapámnak a keménysége, és ez nem biztos, hogy mindig jó értelemben, mert ugye ő, itt a beszélgetésünk előtt mondtam, ő nem hajlik, hanem törik. Tehát ez például nem egy jó tulajdonság, de tudom, már tudatosan tudtam azt tinédzser koromban is, hogy ezt át kell magamban nevelni, hogy ez így nem lesz jó, mert ugye látom, hogy ennek nincs jó eredménye. Tehát ugye a kompromisszumkészség, mint olyan, tehát a simulékonyság. Anyukám például nagyon kompromisszumkész, de sokszor a maga kárára. Na, az sem jó. Tehát, hogy az sem jó, hogyha valaki önmagát is feladja csak azért, hogy mindig másoknak legyen jó. Mert egy idő után akkor meg boldogtalan leszel, és akkor ott állsz, hogy akkor hol vagyok én ebbe a történetbe. Tehát itt van a két kis hátizsák, és akkor ebből így próbálod kimazsolázgatni. Igen. Tehát, hogy addig legyél kemény, amíg tényleg, hogy meg akarod teremteni a saját szilárd táptalajadat. De legyen benned azért puhaság is, de ne annyi, hogy esetleg téged tegyenek tönkre, mert annak sincs semmi értelme. Tehát, hogy valahogy így. Hát gyakorlatilag rajzolod meg magad, mint ahogy születnek, igen, a festmények, meg születnek ezek a rajzok. Meg vannak a szerepek, szurkolok, Szandra. Jó? Köszönöm. Én is köszönöm. Nagyon jó volt. Gondolkodjunk így együtt legközelebb is. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.